Hello, sziasztok! Egy Káosz AliExpress unboxing. Azért mondom, hogy káosz, mert úgy megérzés szerint nem az jön, vagy... De mondjuk ami jött, az is nagyon össze van lapítva. Megnézzük, hogy mi jött meg, mert nem is nagyon készültem rá, hogy megjöjjön, mert nem hittem volna el. Meg aztán nem is. Hiszem, hogy egyébként mikroszkópot próbáltam rendelni, de úgy, hogy külön az állvány, külön mikroszkópot, de egyszerre, vagy egy rendelésbe ment el, és ez szerintem ez a két állvány lesz. Jé, meg itt vannak a keleménycsipeszek. Érdekes. Ja, az is jött hozzá, úgy jött ki. De kicsit ez úgy ki van vasalva, hát nem kicsit, inkább nagyon ilyen laposra vasalták. De ebből jött kettő. Igen, mert hogyha kettőt rendesz, akkor ráadásul még ocsobb. Azt igen. Mivel ragasztottátok ezt le? Lehet, hogy kéne egy szike. Hozzak egyet, hogy valamivel vágni lehessen ezeket. Ugyanaz lesz a másik dobozban is, csak hát nagyon jó erős ragasztójuk van. Hát ez nagyon ki van vasalva, az tény. Hozzak valami szikét, nem lehet kinyitni. Már hogy tapétavágot, én ennek nevezem, a szikének nevezem gyerekkorom óta, mert ezzel boncoltuk a napfényt. Orvosost játszva, szóval ez egy kicsit olyan, az Express One-nál rádült a vonat. De lehet, hogy a hajó vagy az afrikaiak lőttek rá, ki tudja. Elég gyorsan megjött, talán nem sikerült nekik összegörbíteni, mert ez, amint mondtam, ez csak az. Ja, hát meg az alja, hogy... Nem tudom, hogy káosz az egész, mert hogy semmi vagy bármi, ezt ide visszagyűrjük, ez szemét. Ugye jön hozzá mindig egy felfogatótartó, mert így bármi hihetetlen, de olcsóbb, valamit kiröpült. Ja, ez. Mintha itt elfelejtettetek volna menetet vágni, hello vagy ez itt, hello. Itt nem lyukas. Ha-ho. Így biztos, hogy nem elég jó. Vagy jó ez így nekem? Na végülis az ott gumi benyomja, jó. Adnak hozzá egy ilyen gyűrűt, mert ez végülis nem mikroszkóp állvány, ezt én találtam ki, hogy az lesz, hanem hogy ezt föl tudod rá tenni, és akkor egyébként így hőlékúvó állványnak is jó, az tény. Nézzük, mennyire maradt rá egészbe. És ezt ide föltenném az asztalra például. Mi akkor megpróbálunk vele még egy dolgot, akkor tényleg belemegy a hőlékfúvó. Az sem lenne ám rossz. Ha a Reverse Station azok rendelnék még, mert az ugye a mikroszkópokhoz megy. Jó, talán nem ölték meg ezt. Ugye ezt ide bele tudott tenni. Ez ráadásul ilyen gumi. Betétes. Aszta. Ez eleve nem lóg úgy, mint azok a szettek. És akkor ezért rá is tudsz húzni. Egész jó. Itt ugye nincs semmi, csak ez. Ide meg már tudod föltekerni a kamerát, vagy hát a gyűrűdet. Ez esetben ezt a gyűrűt ezt idején fölteszem. Ez azért van, hogy viszintbe be tud állítani. Ez nagyon köpec, itt van egy tart. Mert hát ez az olyan mikroszkópokhoz való, amik olyanok, amilyenek. De mindjárt megmutatom. Hát most így az jutott eszembe, hogy fogom a kis ihuát, és ugye majd lesz ez a platni. Ebben mondjuk ez, pedig ez a kicsi, nem, megfogja. Ho-ho, gyárekek! Már csak fel kell rá, és akkor tudsz. Érted, mit mondok? Hogy alá megy az, amit egy másik videóban láthattál, fölé megy ez. Bekapcsolandusz. Aztán füttesz innét, ha kell. Most azért jó az ilyen ihua, mert ez, ha így fölötte van, akkor ki is tudod kulla hűteni, de el is tudod fordítani. Megmutassam, hogy mi a cél. Hogy értsétek, itt az alsó platni, ugye bedurrantod, nem, először fölteszed rá az alaplapodat, ez szimbolizálja az anyák, hát most értsed rá, hogy ezt oda nem oda tettem, hanem oda, itt forradt a kis BGA csipped, ezen ugyan már van egy ilyen állvány, de ez nélküli alsó platni, mert lesz majd egy másik BGA Reverse Station is, és amikor bemelegedett a cucc, akkor csak ezt fölé hajlítod, bekapcsolod a ihuát, aztán ha meg tudod mozdítani a csippet, akkor megmozdítod. Szóval ez ilyen Reverse Station felső hőlékfúvó tartónak is jó. Nekem ez mikroszkóp állvány lesz, na ebből jött most kettő. Na de most ez kiszerelem, mert nem ez a cél. Mikroszkóp meg nincs itt, azt nem tudom mutatni, hogy az hogy lesz benn, de majd lesz róla videó. Most nektek alapjában mivel nagyon jó, de tényleg, full irigyellek, mert én várok rá egy napot, na most utána néztem, valószínű a mikroszkópok, a két mikroszkóp, az pedig holnap érkezik.
De ti ezt egyszerre fogjátok látni, az is lehet, hogy egy napos megjelenése. Csak én vártam rá. Az engedjük, azért a másik se olyan fényes. Itt nem én vágtam, ugye? Itt nem. Bele is van kicsit karcsit, de mindegy, azért az ilyen ipari dolgok általában kibírják az ilyen viszontagságos szállítás. De azért ránézünk a másod példányra is. Ne hónap érjen csalódás, amikor próbálok két szettet összeépíteni. Akkor ezek szerint ez így működik, mert ezt is ki, ez is kiröpült, hogy ez így alap. A kétkaros mikroszkóp. De tetszik ez, ez a megoldás. És elég masszív ez a tartó. Hogy vannak ezek a szettek, abban ez itt alul nincs benne ez a gumis rész. Ez még jobb is lesz, mint a gyárla itt, ebbe. Hol van? Ebben nincs is. De van. Jó. Van, ez is működik, ez a fele működik. És itt ez már eleve cuppos, szóval, hogy jó, nem liglóg. Ugye a mikroszkóp esetén nem oda rögzített föl, de most mind a két kar jó. És ugye ezzel meg tudod húzni. Nagyon pöpec lett, de tényleg. Hát nézzétek, a két karú, két dupla mikroszkóp, sztereó mikroszkópot fogok építeni. Aztán, ami még jött, egy kutyafuttába, azt is megmutatom, az jó cucc. Csak mivel, hogy nyár van, igazán idő itt elektronikával foglalkozni, ennek a bringás dolgok. De ezt azért meg, ez egy szett, ez egy négy vezetékes mérőszettnek nevezik. Hát a vezetéket elhajítod a kukába, azokat a banándugókat eldobod gyereknek játszani, csak ne nyelje le. És ez az, ami használható. Ó, ez viszont egész jó, jó a rugója is. És itt forrasztható, és itt zsugorcsövezhető. Ez egy egész jó fajta Kelvin csipesznek látszik. Szóval négy vezetékes méréshez ez egy nagyon jó tudsz lesz. De persze nem ezekkel a vacak banánokkal, mint mondtam, az kuka, hogy azzal ne nagyon akarjál semmit, csak úgy hülyeség, ahogy van. Egy dolog, ami nem hülyeség, feliratkozni, hogy ne maradj le semmiről, és nézd a többi videót is. Hello, hello!